Maszkot fel! Az elmúlt hónapokban fontos szempont lett a biztonságérzet a vásárlások során. Új stratégia készül, fókuszban az élelmiszeripar hatékonyságának növelése és a hazai vállalkozások versenyképességének javítása. Spórolás bosszúsággal, ingyenes a parkolás, de Nyíregyházán is sokan élnek vissza a lehetőséggel. ...4428 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel közel 296 ezerre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Közülük 14.870-en Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élnek, elhunyt 187 többségében idős, krónikus, beteg, így az elhunytak száma 7.725 főre emelkedett. 7.335 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen. Maszkviselésben már az élvonalban vagyunk, de a távolságtartásban nem, derül ki egy nemzetközi felmérésből. A dokumentum szerint minden tizedik üzletben találtak valamilyen alapvető hiányosságot, amelyek pótlása kötelesség, de egyben lehetőség is a kereskedők számára. Jelentősen felértékelődött a biztonságérzet a vásárlások során az elmúlt hónapokban. Sokkal fontosabb szempont lett a vásárlók szemében, mint a kiszolgálás minősége vagy az udvariasság. Egy európai szintű kutatás keretén belül most azt mérték fel, mennyire figyelnek oda erre a kereskedők. Megvizsgálták a különböző iparágakban, például szupermarketekben, drogériákban, benzinkutakon vagy ügyfélszolgálati irodákban, mennyire érzik magukat biztonságban a vásárlók, a kereskedők pedig mit tesznek ennek érdekében. A felmérést egy próbavásárlásokkal ügyfélélmény fejlesztéssel foglalkozó cégeket tömörítő nemzetközi szervezet végezte el 15 ország 5800, hazánk több mint 100 üzletében. Amiket néztünk, egyrészt a készfertőtlenítő tömegléte az üzletekben, az, hogy van-e jelzés a biztonságos távolságtartásra, hogy a dolgozók betartják ezt a távolságot egymás között, vagy a vásárlókkal szemben, betartják-e a vásárlók a távolságot egymás között, van-e a dolgozóknak bármilyen védelem kialakítva, gondolok itt plexifalra, vagy valamilyen elkülönítésre az üzleten belül, illetve hogy van-e maszk a vásárlókon. Bár arra jutottak, hogy a maszkviselést a legtöbb országban komolyan veszik, minden tizedik üzletben alapvető hiányosságokat találtak. Leginkább a fegyelmezettség terén vannak gondok, mind a személyzet, mind a vásárlók között probléma a megfelelő távolságtartása. Mi ráadásul az európai átlag alatt teljesítünk ebben. Ebben közrejátszhatott, hogy a tavasszal felfestett jelzések, padlómatricák, kihelyezett felszólító plakátok sok helyen nem lettek pótolva, cserélve. Van ugyanakkor olyan szempont, amelyben jobban állunk a többi országnál. Jól teljesítettünk a készfertőtlenítőkben is a jelzések megjelenésében, és amiben jobbak voltunk az európai átlagnál, az a vásárlók maszkviselési szokásai, hiszen a 15 ország átlagában az esetek egy negyedébe tapasztaltuk azt, hogy nem viseltek maszkot a vásárlók, míg nálunk ez csak 14% volt. A szakember hozzátette, a járványügyi intézkedések csak akkor működhetnek megfelelően. Az üzletek is kiemelt figyelmet fordítanak ezek betartására, betartatására, jó példát mutatva vásárlóiknak. Ahol ezt nem teszik meg, a kereskedők nem csak a hatósági büntetés kockáztatják, hanem ügyfeleik egy részét is könnyen elveszíthetik. A másik oldalról nézve viszont a szabályok betartása ugyan kötelesség, de egyben lehetőség is, hiszen aki ebben jól teljesít, az nem csak megtarthatja a vevőit, hanem megerősödve jöhet ki a válságból. Jövő februárra készülhet el Magyarország digitális élelmiszeripari stratégiája. Az Agrár, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az érintett élelmiszeripari szakszervezetek és a Szent István Egyetem közreműködésével készülő intézkedés csomag egyik fő célja a területen tevékenykedő hazai vállalkozások versenyképességének javítása. Hazánkban a termelési értéket és a foglalkoztatottak számát tekintve a harmadik legnagyobb feldolgozó ágazat az élelmiszeripar, ezért rendkívül fontos a termelékenység és hatékonyság növelése a szektorban.
Ebben kiváló eszköz a digitalizáció. A kormány tavalyi döntései alapján létrehozta a digitális agrárstratégia ötletét, amely az agráriumban rejlő digitális lehetőségeket aknázza ki. Ennek elkészítésekor azonban azzal szembesültek, hogy a digitalizáció nem áll meg a termelés végén, a folyamatot el kell vinni egészen a fogyasztói szintig. Ez ihlette aztán a digitális élelmiszeripari stratégiát, vagyis a DÉS-t, amely megvalósulásával már a teljes élelmiszer termékpálya le lesz fedve digitális folyamatokkal. Ezáltal nyomon követhetővé téve az ágazatban jelenlévő adatokat és termékeket a termőföldtől a fogyasztók asztaláig. Én, amikor fogyasztóként leveszek egy terméket, akkor biztos szeretnék lenni abban, hogy az a termék az egészséges, az van benne, ami rá van írva, és olyan módszerekkel készült az a termék, ami rá van írva. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem tartalmaz valamilyen általam nem fogyasztható dolgot, illetve látni szeretném azt, hogy ez a termék az hol készült, ki készítette, milyen eljárásokkal készítette. A nyomon követhetőség mellett két másik fő elem adja a stratégia alapját. Az egyik a termelés során használt gépek automatizálása, digitalizációja, amely szinte minden létesítményben megvalósítható, akár a robotizáció, mesterséges intelligencia bevonásával. A cél az emberi munkaerők hatékony kihasználása, illetve kiváltása, valamint a termelés minőségének javítása. A másik elem az irányítás digitalizációja. Mivel az élelmiszeripari üzemeknek a fogyasztók igényeihez és a piaci környezethez folyamatosan alkalmazkodniuk kell. A digitális jólét program keretében készülő stratégia a vállalkozások közötti kapcsolattartást, a készletnyilvántartást és a logisztikát is szolgálhatja, ahogy az élelmiszeripari képzéseket is segítheti, akár a Nyíregyházi Egyetemen is. Itt már most is élnek a digitalizáció eszközeivel. Néhány év valósult meg nálunk egy úgynevezett Smart Campus Pilot modell. Ez azt jelenti, hogy az egyetem bizonyos épületeit intelligens szenzorokkal láttuk el, és a szenzor hálózat kialakításával ez hozzájárul, hogy például a külső paraméterek, gondolok itt a levegő hőmérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, légsebesség, légnyomás, ezen kívül az energia vízfogyasztásnak megfigyelésére, mérésére, adatgyűjtésére és távfigyelésére alkalmas ez a hálózat. De ez nem csak úgy áll magában egy helyben, hanem vannak gyakori tapasztalataink is ezen a területen. A hallgatók ezekkel a rendszerekkel ugyanis megoldották már például kisállatok etetését is. A DÉS az előkészítés fázisában van, jelenleg is zajlik az üzemek fejlettségi szintjének felmérése az élelmiszeripar minden területén. Ezt követően várhatóan február végéig határozzák meg azokat a pilléreket, amelyekre aztán a hazai vállalkozások versenyképességének javítását is célzó beavatkozások épülnek majd. Sokan élnek vissza az ingyenes parkolás lehetőségével és állnak meg tilosban. A szabálytalan autósoknak azonban a többi közlekedő haragján túl bírsággal is számolniuk kell. Nyíregyházán közben három újabb helyen alakítanak ki okoszebrát, segítve a balesetek elkerülését. November 4-e óta országszerte ingyenes a parkolás. Az autósok egyfelől örülnek a tavasz után újra bevezetett intézkedésnek, hiszen jelentős összegeket spórolhatnak meg, másrészt azonban sokaknak okoz bosszúságot a mentesség. A helyzet ugyanaz, mint a járvány első hulláma idején, minden parkoló telített reggeltől estig, több járművezető pedig olyan helyeken is megáll, ahol ezt nem is tehetné, például mert tábla tiltja, vagy mert zöld terület. A nyíregyházi parkolást kezelő cégnek jelenleg nincs túl sok eszköze a szabálytalan autósokkal szemben, és ez várhatóan így is marad február elejéig, vagy ameddig a veszélyhelyzet tart. Nyilván az lenne a szerencsés, ha mindenki betartaná a közlekedési szabályokat, és olyan helyen nem állna meg, ahol nem lehet, mert azzal lehetne csökkenteni a tumultust a városban. Mi bízunk benne nyilván, hogy ezt nem fogják meg hosszabbítani február elején, mert ez nem csak Nyíregyházán, hanem országos szinten mindenhol probléma. Egyrészt bevételkiesés szempontjából is, másrészt a közlekedés szervezése és folytonossága szempontjából is, mivel a kedves autósok ugye reggel leparkolnak, ott, amikor végeztek este a munkával, akkor mennek el, nincsen szabad parkolóhely, nem tudnak forogni az autók, és mindenki találkozott már ezzel szerintem, hogy 15-20-25 percet kell körözni a városban, hogy találjon egy parkolóhelyet.
Aki megszegi a szabályokat és tilosban parkol, komoly büntetésre számíthat. Ezekben az ügyekben a közterület felügyelet és a rendőrség illetékes eljárni. Aki azonban jó helyen teszi le a kocsiját és megszokásból még fizetne is a parkolásért, nem kell félnie attól, hogy feleslegesen ad ki pénzt, nem tudja ugyanis elindítani a mobil parkolást. A szolgáltatást leállították, sőt az automatákat is lezárták a városban. Így a járvány idején a közlekedés biztonság javítását célzó intézkedések sem álltak le Nyíregyházán. Jelen pillanatban három helyszínen folyik okos zebra kialakítása a városban. A Kálói Zimony utca csomópontjában, a Sóstói út Stadion utca, Krúdi Gyula kereszteződésében, illetve a Sóstói út Etelköz csomópontjában. Ezek az okos zebrák a Magyar Közút Nonprofit ZRT beruházásában készülnek jelen pillanatban. Előzetesen egyeztetett az önkormányzat a Magyar Közúttal, és közösen került kijelölésre a helyszín. A cél, hogy a jövőben újabb okos zebrákat létesítsenek a megyeszékhelyen. Az első ilyet egyébként 2018. decemberében alakították ki, azóta pedig már mintegy 200 másikat, jellemzően olyan helyeken, ahol sok volt a gyalogos elütéssel járó baleset. Az eddigi tapasztalatok pozitívak az intelligens rendszerrel kapcsolatban, amely főleg a reggeli és a délutáni szürkületben jelent segítséget a közlekedőknek, amikor a közvilágítás még nem megy, vagy már ki van kapcsolva. Az autósoknak a burkolatba beépített prizmák villogása jelzi, hogy jobban oda kell figyelniük a zebrához érve, a gyalogosok pedig biztonságosabban tudnak átkelni az úttesten a rendszernek köszönhetően. Gyakran felhalmozódnak a különböző csomagolóanyagok és dobozok a társasházak hulladék szigetein karácsony után. Ennek elkerülése érdekében érdemes ezeket a dobozokat minél kisebbre tömöríteni és úgy az edényekbe helyezni. Idén egyébként a társasházak valamennyi ingatlanja igényelhet már külön is 240 literes gyűjtőedényt, amivel ellenőrizhetőbbé válik a hulladékkezelés. Az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A vegyes hulladék mellett biztosítja a szelektív hulladékgyűjtését is. Ezeket a családi házak lakói 240 literes, sárga gyűjtőedényekbe gyűjthetik, nagyobb társasházaknál pedig úgynevezett szigetek és kék, illetve sárga edények állnak a lakók rendelkezésére. Bár minden gyűjtőn feltüntetik a helyes használatot, még mindig gyakori, hogy a lakosság nem rendeltetésszerűen veszi ezeket igénybe. Különösen gyakran fordul ez elő karácsony után, amikor a különböző csomagoló anyagokat és dobozokat ezekre a hulladék szigetekre helyezik el nagy számban. Éppen ezért arra kérnék mindenkit, hogy amennyiben használja ezeket a szigeteket, akkor oda elhelyezett hulladékot igyekezzen a lehető legkisebb térfogatúra tömöríteni, illetve minden esetben az edénybe helyezze el azt. Úgy szokott ez kezdődni, hogy valaki előbb csak egy dobozt rak le a hulladékgyűjtősziget mellé, aztán a következő már két doboz, stb., és a végén egy nagy szemétdombnak néz ki, holott annak egy szelektív hulladékgyűjtőszigetnek kell lennie, ami a csomagolási, tehát hangsúlyozottan a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgál. A társaság dolgozói ennek ellenére is elszállítják ezeket a hulladékokat és megtakarítják ezeket a szigeteket. Az ügyvezető elmondta, a szabálytalan elhelyezés miatt Nyíregyházán is szükség volt arra néhány társasháznál, hogy megszüntessék ezeket a hulladék szigeteket. Hozzátette, ilyen helyeken is külön igényelhető már 240 literes gyűjtőedény, aminek használatával ellenőrizhetőbbé válik a kezelés. Rendkívüli jelenség az égen. December 21-én hétfőn látható a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, amelyet sokan betlehemi csillagként emlegetnek. Ilyen közelségre 1623 óta nem volt példa, legközelebb pedig 2080-ban fordul majd elő, hogy a két égitest annyira közel kerül egymáshoz, hogy szabad szemmel nézve egyetlen fényes csillagnak fognak tűnni. Az elmúlt napokban egy érdekes jelenségre lehettek figyelmesek azok, akik az éjszakai égboltot figyelték. A Jupiter és a Szaturnusz egyre közelebb került egymáshoz. A NASA számításai alapján a két égitest között a Földről nézve csupán 1 cm lesz majd a különbség, így egyetlen fényes csillagnak tűnnek majd. Mi a égbolton az egyes égitesteknek a képét látjuk, tehát a valóságban ezek az égitestek egymástól is és a Földtől is rendkívüli távolságra vannak. Ez ugye a Jupiter esetében azt jelenti, hogy a naptól mért közepes távolsága az csaknem 800 millió kilométer, a Szaturnusznak pedig a közepes naptávolsága 1400 millió kilométer.
Tehát a valóságban ezek az égitestek rendkívül távol találhatóak egymástól, illetve a Földtől is. A jelenség hazánkban egész alacsonyan a horizont felett figyelhető, majd meg napnyugta után délnyugati irányban, s egészen karácsony napjáig így marad. Ilyen közelségre 1623 óta nem volt példa. A Szaturnusz, illetve a Jupiternek az együttállása az 20 évenként következik be. Ugyanakkor az, hogy ennyire közel kerül egymáshoz a két égitest az égbolton, az viszont egy meglehetősen ritka jelenség, hiszen néhány száz évvel ezelőtt következett be hasonló esemény, illetve valóban a jövőben ugye 2080-ig kell várni a következő eseményre. Tehát igazából a különlegességét most ennek az eseménynek az adja, hogy rendkívül közel kerül egymáshoz a két égitest. A Magyar Csillagászati Egyesület égi kalendáriumában az olvasható, hogy december 21-én 20 óra előtt és december 22-én hajnali 5 óra után távcsővel és szabad szemmel is látható majd a két bolygó. Az Egyesület szerint a Jupiter és a Szaturnusz háromszoros együttállása áll a korábbi betlehemi csillagként emlegetett bibliai jelenség mögött. Az elméletet azonban számos bibliakutató vitatja. Különleges karácsonyi műsorral készültek a Tündérkert keleti óvoda Székhely intézmény nagycsoportosai. A Pillangó csoport műsora rendhagyó módon nem csak a szülőknek készült, hanem a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ellátottjainak is. Eddig is hagyomány volt a Tündérkert keleti óvodában, hogy az adventi időszakban a csoportok saját készítésű ajándékkal és karácsonyi műsorral kedveskedtek a szülőknek, az idei év azonban különlegesen alakult. Most ez egy dupla apropó tulajdonképpen, mert Nagyné Hermányos Zsuzsa, a Szociális Gondozási Központ vezetője, azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy amennyiben úgyis elkészülnek ezek a felvételek, ennek az összeszerkesztett változatát a Szociális Gondozási Központ ellátottjai részére is felajánljuk, hogy ezzel is az ő ünnepüket egy kicsit színesebbé tegyük. Az óvodáskor a legfogékonyabb korszak az egész életünkben. 2-3 héttel ezelőtt az advent kezdetével díszbe öltöztettük az egész óvodánkat. Nagyon sokat mesélünk a gyermekeknek az adventről, a karácsonyról, erről a történetről, és ők szinte mint egy szivacs úgy isszák ezeket az információkat, ezeket a történeteket, és amikor ezt elmondjuk, hogy felvétel lesz, mert anyának, apának ezzel fogunk kedveskedni, ők rendkívül motiváltak és boldogan tanulják, isszák a szavainkat és a kifejezéseket, és nagyon vágynak arra, hogy ezeket megmutathassák. A Pillangó csoport 5-6 éves gyermekei Spinhért Jánosné, Horváth Adrien, Korcsmár Robertné és Mihály Lilla óvodapedagógusok vezetésével és felkészítésével mutatták be a karácsonyi műsorokat. Felcsendültek karácsonyi dalok, versek, amelyet az óvisok nagy örömmel adtak elő. A kolléganők minden évben nagyon izgatottan és mindig újítják a műsort. Irodalmilag és zeneileg igényes műveket választanak, amik a gyermekek életkorának megfelelők, illetve valóban igazi értéket képviselnek. Ez nagyon nagy hitvallásunk, hogy ilyen értékeket adjunk át. És játék közben, ahogy beszélgetnek, díszítenek, ajándékot készítenek, közben ez folyamatosan megy, tehát ez nem úgy van, hogy most elkezdünk erre felkészülni, hanem az egész napunkat ez az ünnepi készülődés, a várakozás izgalma hatja át, és ezekből a beszélgetésekből, verselésekből, mesélésekből a gyerekek ezt megtanulják önként és azonnal. Nagyon nagy fénypont az életünkben, amikor esténként meghívtuk eddig a családokat, és bemutatták itt a gyermekek a műsorukat, és ugye a járványhelyzet ezt most felülírta, így most videóformájában fogjuk az átcsoportokban minden családnak ezt eljuttatni. A műsor után a gyermekek és az óvónők is felszabadultan ünnepelték, hogy a sok munka árán megtanult verseket, dalokat, táncot sikeresen mutatták be, és elkészült a felnőtteknek szánt online meglepetés, amelyet ezúttal a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban vetítenek le az időseknek is.
Idegenben zárja az évet a Hübnell-Nyíregyháza Blue Sharks, az NB1B piros csoportjának második helyén álló kék cápák vasárnap Kiskunfélegyházán a 9. helyezett Nagykőrös ellen lépnek pályára. Helyreállt a világrendje, a cápák a Honvéd elleni botlás követően magabiztosan verték a TF Budapest csapatát, így jó hangulatban készülnek az év utolsó meccsére. A vasárnapi ellenfél Nagykőrös hétközben hazai pályán, ami jelenleg Kiskunfélegyházát jelenti, vereséget szenvedett a Honvédtól. Lakosa Zsolt tanítványai 94 pontot dobtak, ami figyelmeztető kell, hogy legyen a nyíregyháziak számára. Igaz, több mint 100-at kaptak, ettől függetlenül Siska János, a kékcápák vezetőedzője, a saját palánk alatti stabilitást tartja a legfontosabbnak. Kemény védekezés, ugye ez jellemez minket, hogy a kemény védekezésünkből tudunk gyorsan támadni, illetve szerzett játékot játszunk. A Nagykőrösben azért vannak rutinos játékosok, akik képesek jól játszani, illetve szerzett játék ellen is tudnak jól támadni és jól védekezni. Mindenképpen komolyan kell készülni a mérkőzésre, nem lesz egyszerű nyerni. A nyíregyháziak csapatkapitánya Bús Iván sem számít könnyű mérkőzésre, annál is inkább, mert az elmúlt években Nagykőrösön rendre meg kellett szenvedniük a győzelemért, ami nem is mindig jött össze. Nagykőrösön szerintem még sima meccset soha nem játszottunk. Rendre az előző években az volt a jellemző, hogy hazai pályán 10-20, akár 30 pontos sikert is arattunk. Bár teszem hozzá, általában foghíjas kerettel érkeztek, mert tudni kell Nagykőrösről, hogy sokan civil életben is szerepet vállalnak, és nem tudnak az idegenbeli meccsekre utazni teljes kerettel, viszont igazi kis oroszlán barlang volt mindig a hazai pályájuk. Ez most igazából könnyebb a mi szempontunkból, hogy nem lesznek nézők, és nem is a saját megszokott környezetükbe játszanak. Nagyon nehéz meccs lesz, mert tele vannak rutinos játékosokkal, sokan az élvonalat is megjárták, úgyhogy komolyan kell mindenféleképp készülni, de szeretnénk nyerni természetesen. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Vasas Akadémia vezeti 7-0-ás mérleggel, megelőzve a 9 győzelem mellett egy vereséggel álló Nyíregyházát. A nagykőrösi Solymok 4 győzelemmel és 5 vereséggel a 9. helyen várják a vasárnapi mérkőzést. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Maszkviselésben már az élvonalban vagyunk, de távolságtartásban még nem, derül ki egy 15 országban végzett nemzetközi felmérésből. A dokumentum szerint minden 10. üzletben találtak valamilyen alapvető hiányosságot, amelyek pótlása kötelesség, de egyben lehetőség is a kereskedők számára. Hiszen aki jól teljesít biztonság terén, az nem csak megtarthatja vevőit, hanem megerősödve jöhet ki a válságból. Jövő februárra készülhet el Magyarország digitális élelmiszeripari stratégiája. Az Agrár, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az érintett élelmiszeripari szakszervezetek és a Szent István Egyetem közreműködésével készülő intézkedés csomag egyik fő célja a területen tevékenykedő hazai vállalkozások versenyképességének javítása. November eleje óta ismét sokan élnek vissza az ingyenes parkolás lehetőségével és állnak meg tilosban. A szabálytalan autósoknak azonban a többi közlekedő haragján túl bírsággal is számolniuk kell. Nyíregyházán közben 3 újabb helyen alakítanak ki okoszebrát, segítve a balesetek elkerülését, és további a kialakítása is tervben van a megyeszékhelyen. December 18-án pénteken a Kölcsei televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, szitálás valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 fok körül alakul. Szombaton is túlnyomóan borult lesz az ég, szitálás előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul.
Lényeges változásra a hétvégén, jövő hét elején sem számíthatunk, marad a felhős, párás idő, csak kisebb körzetekben szakadozhat fel az árt felhőzet. Több helyen valószínű szitálás, néhol kisebb eső is előfordulhat. A hőmérséklet alig változik, éjszaka többnyire fagypont feletti, délután zömmel 5-6 fok körüli értékeket mérhetünk. Az ünnepek előtti napokban szakadozottabb lesz a felhőzet, emiatt emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, enyhül az idő.